Az országos lakossági gázszolgáltatóvá vált Főgáz ZRT a saját és a postai ügyfélszolgálatokon összesen 300 helyen várja a költségeik csökkentésére törekvő átjelentkezni kívánó fogyasztókat. Hódmezővásárhelyen a Hódipál út 2 szám alatti 1-es postán található meg a Főgáz ügyintézője. Az épület oldalsó bejáratán keresztül lehet megközelíteni a Főgáz ZRT irodáját, vagyis ha valaki csatlakozni szeretne az első nemzeti közműszolgáltatóhoz, az itt teheti meg. Azok az ügyfelek, akik szeretnének átjelentkezni a Főgázhoz és a Főgáz szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, nagyon egyszerű a feladatuk, be kell fáradniuk a Hódmezővásárhelyi szolgálati irodába, és ebben az ügyfélszolgálati irodában pedig ki kell tölteniük két forma nyomtatványt. Az egyik forma nyomtatvány az átjelentkezésről szól, a másik pedig egy meghatalmazás, ami pedig abban nyújt segítséget, hogy amikor ezt leadta az ügyfél, akkor utána mindent intéz az átjelentkezéssel kapcsolatosan a Főgáz ZRT. Egyetlen egy fontos feltétel van, hogy csak abban ez esetben tud megvalósulni maga a szolgáltató váltás, hogyha a régi szolgáltatónál az ügyfélnek nincs tartozása. Az országos lakossági gázszolgáltató szóvívője szerint, ha létrejön az új közműszolgáltató, attól a rendszerüzemeltető nem változik, vagyis az E-gáz-D-gáz felel továbbra is a megfelelő működtetésért. Maga a rendszerüzemeltető az átjelentkezéssel nem változik, tehát ugyanazt az osztói engedélyest kell keresnie az ügyfélnek, hogyha az utcán bármilyen gázszivárgást, meghibásodást érzékel, hogy a gázmérővel bármilyen probléma lenne. A Főgáz, mint egyetemes szolgáltató lépett be a rendszerbe, tehát ő biztosítja az ügyfél számára fűtésre, főzésre szükséges földgázt. A szolgáltató gyors, egyszerű ügyintézést kínál, és abban bízik, hogy az év végére a magyarországi fogyasztóknak több mint felét már a Főgáz fogja kiszolgálni. Tudatta nemrégiben Horváth Péter, az első nemzeti közműszolgáltató elnök vezérigazgatója.